felmérés Aknasz Latinán. Közel 1 millió eurós támogatással indult el az a program, amelynek segítségével a kárpátaljai Sóbánya és környezete új életrekeltésének folyamatát készítik elő. Hatosztályos képzés a Kölcseiben, jövőre indul, és az idegen nyelvekre, valamint a kötelező érettségi tárgyakra fókuszál majd. Új helyre költözött a Labor Café, havonta több mint 20 ember anyagi hozzájárulásából tartja fenn magát az Adomány kávézó. Közel 1 millió eurós Európai Uniós támogatással indult el az a program, amelynek segítségével a kárpátaljai Aknasz Latina sóbányája és környezete új életre keltésének folyamatát készítik elő. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! A környezeti katasztrófával fenyegető helyzet felmérését és a megoldási javaslat elkészítését a TISZA Európai Területi Társulás által menedzselt projekt teszi lehetővé. A program nyitó rendezvényét csütörtökön tartották Ungváron. Az Aknasz Latinai sóbányával kapcsolatos problémák miatt az illetékes ukrán szervek 5 évvel ezelőtt fordultak az Európai Unióhoz, 2016-ban pedig két tanácsadó misszió vizsgálódott a térségben. A határon átnyúló helyzetet érintő területi hatások megnövekedett kockázata miatt átfogó monitoringrendszer kidolgozására és az elárasztott sóbányák feltérképezésére van szükség. Az Unió 968 ezer eurós támogatással járult hozzá az 1 millió 75 ezer eurós összköltségű projekthez. A TISZA Európai Területi Társulás által szervezett nyitókonferencián ukrán, magyar, román és szlovák diplomáciai és szakmai szervezetek képviselői vettek részt. Я бы не сказав, що це тільки катастрофа для України. В Україні вона вже відбулася. Nem mondanám, hogy ez a kérdés inkább Ukrajnát érinti, hiszen Ukrajnában ez a sajnálatos esemény már bekövetkezett, viszont a továbbiakban a sós víz esetleges Tiszába történő beömlése esetén ez a Duna régiót és az Európai Uniós országokat veszélyezteti. A projekt célja jelenleg az értékelés, annak az esetleges megakadályozása, hogy ez a sós víz a Tiszába kerüljön, és természetesen az ott élő lakosságot szeretnék biztonságban tudni, hiszen nem szeretnénk, hogyha állandóan veszélyben éreznék magukat. A társulás elnöke elmondta, a Miskolci Egyetem által kidolgozott robottechnika segítségével végzik majd a szükséges felméréseket. Jelenleg sötétben tapogatózunk, ez sötét doboz számunkra, a ukrajnai partnereink számára is az Aknasz Latinai sóbánya. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történik a mélyben, mi történik a geofizikai folyamatok révén, hogy mennyire mai, vagy esetleg több év múlva bekövetkező a veszély. Egyelőre azt tudjuk, hogy a Tisza só koncentrációja minimálisan, de nő. Nyilván ennek következtében, hogy az Aknasztat befejezték a sóbányászatot. Azt kell világosan látnunk a projekt eredményeképpen a második év végére, hogy mi van a mélyben, mi van a sóbányában. Nem járt még ott senki nyilvánvalóan, most sem fognak emberek leereszkedni oda, robotok segítségével végzik fel a felmérést, pontos térképünk lesz a ottani karszt állapotáról, hogy mikor szakadhat át az a karszt mennyiség, ami aztán végzetessé teheti a szennyeződést. Mikhail úr Rivis társelnök reményei szerint a felmérés eredményeinek tükrében elkészített anyag segítségével a sóbánya és környezete teljes rehabilitációja megvalósul majd. Ми переконані в тому, що результати будуть, тому що не варто навіть пробувати, якщо не очікувати позитивного результата. Кінцева мета. Természetesen eredményeket várunk, hiszen nem is lenne érdemes belekezdeni, hogyha nem várnánk eredményeket ettől. Természetesen az elsődleges cél ez a karsztosodási folyamatok megakadályozása, aztán későbbiekben esetleges uniós források bevonásával a környék revitalizációja, hogy helyre tudjuk állítani az allergológiai központot, hiszen ez az intézmény még a Szovjetunió idejében is, a Szovjetunió egész területén ismert volt. A természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknasz Latinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoringrendszer kialakításával elnevezési projekt 2021. szeptember 21-én zárul. Jövő ősszel indul el a nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium hatosztályos képzése, amely elsősorban az idegen nyelvekre és a kötelező érettségi tantárgyakra fókuszál majd. A tanulóknak a bejutáshoz részt kell venniük a központi írásbeli felvételén, amelyre december 6-áig jelentkezhetnek.
11-es tanulók tesznek előrehozott érettségi vizsgát, a felvételek még június végén készültek a Kölcsei gimnáziumban. Ők még a hagyományos 4 osztályos képzésben vesznek részt, hamarosan azonban olyan diákok is lesznek az intézményben, akik 6 évig ülnek majd az iskola padjaiban. 2020. szeptemberétől ugyanis egy 6 év folyamos osztály is elindul. Ennek bevezetését már régóta tervezték, de szülőigények is megfogalmazódtak rá, tematikáját illetően pedig próbáltak humán és nyelvi profiljukhoz illeszkedni, hangzott el 35 perc című műsorunkban. A képzésünknek az lesz a specialitása, hogy alapvetően nyelvi orientációval képzeljük el ezt az osztályt, ami azt jelenti, hogy a tanulóink, akik majd ebbe az osztályba fognak bekerülni, már a 7. osztálytól kezdve az első idegen nyelvet emelt szinten fogják tanulni, ez az általános iskolában tanult nyelvet viszik tovább, ez többnyire az angol lesz, hiszen a legtöbb általános iskolában most ezt tanulják a gyerekek. Mit jelent az emelt szint? Az emelt szint az azt jelenti, hogy ugye a kötelező óraszám nyelvből az a 3 óra, és ők heti 5 órában fogják végigtanulni 6 éven keresztül a nyelvet. Úgy gondolják, a nyelvvizsga megszerzéséhez ez jó garanciát jelent. A másik idegen nyelv tanulását pedig 9-ben kezdik majd el a tanulók heti 4 óraszámban. Közben a másik súlypontot a kötelező érettségi tárgyak magasabb óraszámban való oktatására helyezik. A 6 év folyamos képzés nagy előnyének tekintik azt is, hogy a diákoknak több idejük áll majd rendelkezésre. Ahhoz, hogy megszokják a gimnáziumi légkört, a megnövekedett elvárásokat, megtanulják a tananyagot, majd pedig rendszerezzék és összegezzék a megszerzett tudást. A tanulóknak a bejutáshoz részt kell venniük a központi írásbeli felvételén, amelyre december 6-áig jelentkezhetnek. Pontjaikat persze nem csak ez alapján számolják majd ki. 3 részből fog összeállni. Ugye nagyon fontosak a tanulmányeredmények, tehát az általános iskolai tanulmányeredmények. Itt is elsősorban az 5. év vége, illetve a 6. fél év. Ugyanis innen hoznak pontokat, 5 tantárgynak a jegyeit fogjuk beszámítani, és ezt fogjuk átváltani pontokra. Ezek a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, a matematika, illetve az általuk tanult idegen nyelv, illetve ezen kívül meg kell írniuk a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgát, magyar nyelvből, illetve matematikából, és akkor ebből áll össze egyharmad pont, mindegyikre 50-50 pont szerezhető, tehát itt 150 pontot lehet összesen elérni. A 6 osztályos képzés beindítása számos feltételt is támaszt a gimnáziummal szemben. Itt személyi, szakmai, tárgyi és infrastruktúrális feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a megbízott intézményvezető szerint rendelkezésre állnak náluk. Elmondása szerint az új osztály iránt nagy az érdeklődés. 27 önkéntes havi 5000 forintos hozzájárulása fedezi a laborkafé bérleti díját és a fenntartáshoz szükséges rezsiköltségeket. Az adomány kávézó pár hete települt át a Bethlen Gábor utcára, a költözés pedig új célokat is jelent. A hosszú távú tervek között egy franchise hálózat kiépítése is szerepel, a rövid távúak közül pedig jelenleg a Tiszta Kedvesség projektre fókuszálnak leginkább az önkéntesek. Most még nehéz elképzelni, de itt majd ennek a 2 asztalnak a helyén koncertek lesznek. A laborközösség elég kompakt ahhoz, hogy egy ilyen kis helyen is elférjünk, meg hát már tudjuk magunkról, hogy mindent megoldunk. Bizakodva és tervekkel tele mesélt Fekete Éva a laborkafé új helyszínén. Az adomány kávézó nemrég költözött, ezentúl a Bethlen Gábor utca elején várja a látogatókat. Egy kemény elhatározás és anyagi okok indokolták a váltást, amelyben közel 10 önkéntes segített, így pár nap alatt lebonyolították a teljes berendezés áttelepítését. Fontos szempont volt, hogy frekventált helyen legyenek ezután is, és fenntartható maradjon a kávézó, amely csak a közösség erejével működhet. Számukban kifejezve ez annyit jelent, hogy meghirdettünk a közösségi oldalunkon egy olyan kezdeményezést október közepén, hogy olyan helyi magánszemélyeket és vállalkozókat keresünk, aki havi 5000 forinttal támogatnák a laborkafénak a fennmaradását és fenntartását. Első körben mi 20 olyan embert kerestünk, aki ezt a havi 5000 forintot tudná vállalni. Ez volt az alap, ilyen bázis összeg, ami úgy gondoltuk, hogy reális a belvárosi ingatlanoknak, ilyen üzlethelyiségeknek a bérletéhez arányosan, egy reálisan beállított összeg, de ezt meg is haladta a támogatóknak a közössége, ugyanis most már 27-en vannak.
Őket jótékonysági részvényeseknek nevezi a laborkafé. Az új hely ugyan kisebb, mint a régi, az elosztása mégis több lehetőséget rejt magában a jövőbeli tervekhez. Az egyik legnagyobb ilyen terv, hogy egy franchise hálózatot alakítsanak ki. Ez attól működhet, hogy a laborkafé alapvetően egy társadalmi vállalkozás. A profitja nem a bankszámlánkon jelentkezik elsősorban, hanem az lenne a célunk ezzel, hogy egyfajta társadalmi változást hozzunk a helyi közösségek életébe, és ez a rendszer, amiben most vagyunk, ez teljesen adaptálható bármilyen közösségre, bármilyen léptékű közösségre, ezért aztán azon dolgozunk, hogy minél több olyan szervezetet tudjunk bevonni, olyan közösségeket tudjunk bevonni, akik a saját helyi közösség úgy érzik, hogy képesek lennének egy ilyet fenntartani. A mai napon is érkezik hozzánk egy érdeklődő csoport Százhalombattáról, és hát nagyon reménykedünk, hogy egyre több országszerte egyre több laborkafét sikerül majd nyitni. Az adománygyűjtés jelentőségét és a közösségi erőt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén karácsonyra is tiszta kedvességet kérnek a laborosok. Rászoruló fiataloknak gyűjtenek higiéniás és tisztasági eszközöket, ha a listán látható, hogy miket. Az összegyűlt neszeszereket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársainak segítségével juttatják majd el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. 2017 elején jelentették be, hogy Zrínyi 2026 néven 10 éves program indul a Magyar Honvédség fejlesztésére. Új fegyvereket, járműveket szereznek be és bővítik a katonaság létszámát. 2026-ig erre több mint 3500 milliárd forintot fordít a kormány. Ennek kapcsán az ország biztonsága szempontjából jelentős városokban előadás várja a szakembereket. Nyíregyházára csütörtökön érkezett a roadshow, ahol Szabó István honvédelmi államtitkár beszélt többek között Magyarország biztonságpolitikai környezetéről, az új szuperhatalmakról és a változásokkal együtt járó keleti és déli fenyegetettségről. Ezzel a migrációval párhuzamosan kéz a kézben ugye megjelent a terrorizmus formája Európában, mivel ugye ennek a migrációnak alapvetően itt Európa a célpontja, abban is ugye a fejlettebb nyugati régió. Tehát egy nagyon összetett helyzet jött létre, amelyet nyilván politikailag, gazdaságilag, katonailag is valamilyen módon kezelni kell. Több ezer doboz csempészett cigarettára bukkantak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A pénzügyőrök röntgennel vizsgáltak át egy Ukrajnából érkező szlovák kamiont. A röntgenkép alapján a járdakővel teli 12 zsákot gyanúsnak találták, ezért azokat alaposabban is megvizsgálták. Gyanújuk hamar beigazolódott, kiderült, hogy a zsákokban összesen 24 ezer doboz adózatlan cigarettát rejtettek el a csempészek. A navosok a mintegy 30 millió forint értékű füstölnivalót lefoglalták, a sofőr ellen pedig költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tettek a pénzügyi nyomozóknál. Tovább emelkednek az üzemanyagárak pénteken. A benzin ára bruttó 2, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz drágább, értesült a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös literjét átlagosan 393, míg a dízelét 409 forintért tölthetjük a járművekbe. Szerdán ellentétes irányban mozdultak el az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon. A gázolajára literenkénti 2 forinttal mérséklődött, a benzini ugyanakkor 4 forinttal ugrott meg. Megmaradt természetesen az egyes kutak között tapasztalható jelentős, akár literenkénti 50 forintos differencia, így továbbra is igaz, hogy az árváltozásoknál sokkal többet számít a tankolás helye, mint ideje. A berlini fal leomlásának, valamint Nyíregyháza és Izerlon partnerségének 30. évfordulója alkalmából szerdától karikatúra kiállítás mutatja be a német egység létrejöttének történetét, valamint annak ellentmondásait a Vasvári Pál gimnázium aulájában. A rajzok még az 1990-es években jelentek meg a német IKZ nevű újságban, melyeket Barabás László korábbi egyetemi professzor, jelenlegi tiszteletbeli osztrák konzul gyűjtött össze. A kiállítás nem csak a középiskolások számára érhető el, bárki megtekintheti azt egészen december 5-éig. Izerlón és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának is 30 éves évfordulóját ünnepeljük a berlini fal leomlásával, illetve a jövőre esedékes német egységgel összefüggésben. Azért is hangsúlyozom ezt, mert egyrészt a
a testvérvárosi kapcsolat apropóján rendeztük ezt a kiállítást, a Város és a Nyíregyházi Iserlohn Bizottság. Másrészt pedig ezek a karikatúrák a Német Egységhez is kapcsolódnak, illetve a berlini fal leomlásához is. Huszonnégy futballcsapat lép pályára szombaton és vasárnap Nyíregyházán, a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A 200 ezer forint összdíjazású tornára 4 megyéből érkeznek a résztvevő együttesek. December elején nem csak az adventi vásárok nyitják meg kapuikat, hanem elkezdődnek a téli teremtornák is. Szombaton és vasárnap az Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában egy új vándorselleg megszerzésért lépnek majd pályára csapatok. A korábbi tiszántúli takarék kupa 7 év után új névadót kapott. A szervezők a megyebeli együttesek mellett Borsodból, Hajdúbiharból és Fejér megyéből várnak kis pályás csapatokat. 24 csapat nevezett a tornára, 4 megyéből, az ország különböző pontjairól és a megyéből is 8 helyszínről, illetve itt vannak a Városi Kispályás Bajnokság krémjei, a legjobb csapatok, és én bízom benne, hogy aki kilátogat majd a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úton található bencs csarnokába, azok fantasztikus mérkőzéseket fognak látni, hiszen szombaton reggel 8 órakor kezdődnek a küzdelmek, 4-es csoportokban, 6-4-es csoport lesz, ebből 5-öt lejátszunk szombaton, a csoportokban körmérkőzés lesz, az első két helyzet további a vasárnapi egyenes kiesésre döntőbe, illetve lesz még vasárnap reggel is 8 órától egy újabb 4-es csoport, és azt követően már az egyenes kiesésé a szerep. A mérkőzések 2x12 percig tartanak. A torna összdíjazása 200 ezer forint, emellett a szervezők a gólkirályt, a legjobb játékos és a legjobb kapust is elismerésben részesítik. U15-ös korosztályban indít csapatot a Blue Sharks futsal. Az egyesület a tavalyi idény kezdete óta működtet felnőtt, ettől a szezontól pedig U20-as futsal csapatot a regionális bajnokságban. A sportág azonban az ennél fiatalabb nyíregyháziak körében is nagy népszerűségnek örvend. Tavaly ősszel futottak ki első ízben a játéktérre a Kétszápák futszálosai, a 2018-2019-es idényben a felnőtt csapat a 9. helyezést ért el az MLS regionális bajnokságában. Az együttes zömmel már akkor is fiatal játékosokra támaszkodott, így ebben a szezonban már az U20-as korosztályban is indított csapatot a Blue Sharks, a közeljövőben pedig újabb utánpótlásgárda, a 15 éven aluliak is részt vesznek a megyei megmérettetéseken. A Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója úgy fogalmazott, az új korosztály szerepeltetése egy tudatos építkezés része. Úgy gondolom, hogy az első szezonunk a várakozásnak megfelelően sikerült, hiszen az volt a célunk, hogy elindítsunk egy bizonyos kezdeményezést, és ki tudjunk alakítani egy futsal csapatot. Ebben az évben a felnőtt csapatunk újra a regionális bajnokságban fog küzdeni, de szeretnénk mellette utánpótlást is indítani, és az U15-ös, illetve az U20-as korosztályban már részt fogunk venni a bajnokság küzdelmeiben, de természetesen nem annak örülnénk, hogyha itt meg is állna a kezdeményezésünk. A sportcentrummal karöltve szeretnénk, hogyha a legkisebb gyerekektől kezdve ki tudnánk alakítani egy olyan utánpótlást, akikre építkezhet majd későbbiekben a felnőtt futsal csapaton. A Kékcápák futsal szakágának vezetője Székely János kiemelte, a 15 éven aluliak számára az elsődleges, hogy megszeressék a sportágat és belekóstoljanak a versenyhelyzetbe. Nem feltétlenül az eredmény a fontos, de szerintem a fejlődés szempontjából sok mindenben lehet előrébb, és ugye nekünk az a célunk az utánpótlással, hogy minél hamarabb oda vinne a felnőtt csapathoz, tehát lehetőség, minél több lehetőséget kapjanak játékba is, meg edzésbe is. Az egyesületnél számíthatnak a Bozsik József Labdarúgó Akadémia támogatására is, amely játékosokkal láthatja el az U15-ös csapatot, de terveznek toborzást, és a futszalozni vágyók önként jelentkezését is várják. A 15 éven aluliak megyei selejtezői januárban kezdődnek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Közel 1 millió eurós Európai Uniós támogatással indult el az a program, amelynek segítségével a kárpátaljai Aknasz Latina sóbányája és környezete új életre keltésének folyamatát készítik elő. A környezeti katasztrófával fenyegető helyzet felmérését és a megoldási javaslat elkészítését a Tisza Európai Területi Társulás által menedzselt projekt teszi lehetővé. A program nyitó rendezvényét csütörtökön tartották Ungváron.
Jövő ősszel indul el a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium 6 osztályos képzése, amely elsősorban az idegen nyelvekre és a kötelező érettségi tantárgyakra fókuszál majd. A tanulóknak a bejutáshoz részt kell venniük a központi írásbeli felvételin, amelyre december 6-áig jelentkezhetnek. Pontjaikat ennek és általános iskolai eredményeik alapján számítják majd ki. Az új osztály iránt nagy az érdeklődés. 27 önkéntes havi 5000 forintos hozzájárulása fedezi a Labor Café bérleti díját és a fenntartáshoz szükséges rezsiköltségeket. Az Adomány Kávézó pár hete települt át a Bethlen Gábor utcára, a költözés pedig új célokat is jelent. A hosszú távú tervek között egy franchise hálózat kiépítése is szerepel, a rövid távú tervek közül pedig jelenleg a Tiszta Kedvesség projektre fókuszálnak leginkább az önkéntesek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 28-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Hideg fronthatás várható. Éjjel eleinte borult lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Egyre kevesebb helyen fordul elő eső zápor. A szél helyenként megélénkül. 4 és 8 Celsius fok közé hűl le hajnalra a levegő. Pénteken napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Időnként az esernyőre is szükség lehet. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 Celsius fok körül alakul. A hétvégén általában több órás napsütésre van kilátás, néhol lehet futózápor, a hegyekben egy-egy hózápor, ugyanakkor sokfelé fúj majd erős szél, ezzel pedig több fokkal hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Vasárnap hajnalban országszerte fagypont alá süllyed a hőmérséklet.